Minden lehetőség adott, hogy a nemrégiben újjáalakult és az Elcsi Kinizsi szárnyai alatt működő női labdarúgó csapat sikeres rajtot vegyen a Pest megyei háromnegyed pályás bajnokságban. Az augusztus 16-ai edzőmeccsükhöz is egy olyan csapatot választottak, akikkel az őszi és a tavaszi szezonban is többször találkoznak majd. Mester, gratulálok a győzelemhez, ez egy jó belépő a közelgő bajnoksághoz, hogyan látta a mérkőzést? Ez a BEAC budapestiek, ők ugyanabban a bajnokságban vannak, amiben mi a háromnegyed pályán. Én annyit tudok őróluk, hogy újonc a budapesti bajnokságban, ugyanúgy, mint mi. Hát most nyertünk 7-0-ra, ettől nem fogunk biztos elszállni, voltak jó dolgok a csapatunkban. Itt volt a Dézi, nagyon jó teljesítményt nyújtott, nagyon jól játszott például a Merci is, illetve van még jó néhány játékos, akit érdemes kiemelni. Persze, az az igazság, hogy én nem nagyon szoktam kiemelni egyénileg senkit. Én úgy gondolom, hogy a csapatról van szó. Ma is megtették azt, amit kértem tőlük, ugye a meleggel is meg kellett nekik küzdeni, azokat a taktikai részeket, azokat bepróbálták tartani. Hát két fiatal játékosunk van, aminek nagyon örülök. Említetted a Dézinek a nevét, az Ambad Dézinek. Én szeretném említeni a Huyber Letíciának a nevét, ők még nincsenek 14 évesek, de már a felnőtt csapatban bent vannak, folyamatosan edzenek velünk, úgyhogy két tehetséges labdarúgóról van szó. Úgy képzeli az ember, hogy ilyen kihagyás után borzasztó nehéz összerázni a csapatot, de hát a mutatott példa alapján ez nem feltétlenül van így. Milyen edzés munka áll mögött, a mostani teljesítmény mögött? Az Ercsi cukorgyári pályán edzünk heti 3 alkalommal, ami annyit jelent, hogy 2 pénteki napon és vasárnapi napokon. A vasárnapok általában mindig foglaltak a csapatnak, mert kispályás labdarúgó tornára járunk, és edzőmeccsek vannak, amik inkább idegenbe szoktunk játszani, de most már ide az is van lehetőség, hogy vasárnaponként még a bajnokság el nem kezdődik, addig a délutáni órákban tudunk edzőmérkőzéseket játszani. Beszéljünk egy picit a keretről, hány főt számlál jelenleg ez a keret? Hát 18-20 főről van szó. Ebben a játékos keretben azért jó tudni, hogy 5-6 olyan játékos van, amikor én még 2006-2010-ig csináltam Ercsiben ezt a női labdarúgást, akkor azokból a játékosokból vannak 6-an, és lehet beszélni 10-12 olyan új játékosról, akik nem játszottak sem a Tömeg Sportklubba, tehát az én kezem alatt, és magyarul nem játszottak nagyon sehol. És hát úgy látom, hogy igen, csak lelkesek, 3-4 gólnál nem is álltak meg. Mit gondol erről? Hát igen, én ennek örülök. Jó, hát most azt mondom, hogy mi se vagyunk ott, ahol kellene lenni, csapat fejlődőképes, én úgy gondolom. Ezt össze lehet gyúrni, ezt a társaságot. Az, hogy több góllal nyertünk, én úgy gondolom, hogy kicsit kisebb képességű csapat ellen játszottunk ma, de én őnekik is megköszönöm, mert egy csodálatos társaság. Egy mondatot azért megér, hogy miért nem Fejér megyébe indul a csapat. Hát igen, mert eredetileg oda neveztünk be a Fejér megyei háromnegyed pályás bajnokságra. Eredetileg volt 5 csapat, egy-két csapat visszalépett, tehát nem indult a Fejér megyei labdarúgó bajnokság. Budapesten készségesek voltak, egy hetet kitolták a nevezési napot, és végül is oda tudtunk nevezni. Szeptember 6-án egy nagyon jó csapattal, talán a legjobb csapattal játszunk a csoportunkban, Tatabánya, Amazonokkal, úgyhogy szeptember 6-án délután 3 órakor játszunk itt Elcsi Kinizsi pályán. Na, hogyha már ezt elmondtuk, akkor egy pár szót beszéljünk arról is, hogy milyen erősségű ez a bajnokság, hány csapatot foglal magában? 6 csapat van, 2 fordulós lesz az őszi forduló, tehát kétszer játszanak a csapatok egymással, és tavasszal ugyanúgy 2 fordulós lesz, tehát tulajdonképpen, hogyha így marad a társaság, akkor 20 meccsről beszélünk, ami végül is nem rossz. Erősségeket kérdezted, Tatabánya, én úgy gondolom, hogy ők ebbe a csoportba, ők a legerősebbek. A Fejér megyei bajnokságban, amikor 14 csapat volt, most legutóbb, ők másik helyezést értek el. Akkor a Fortuna Komárom megyéből van egy csapat, ők negyedikek voltak a Fejér megyei bajnokságban, akiket ismerek, mind a kettő nagyon jó csapat. A Metis csapata, a budapestiek, azok nagyon erősek, és a többieket azt mondom, hogy így nem nagyon ismerem, illetve hát a Beaszt most megismertem, és még van 2 csapat, akit úgy még nem ismertünk meg.